webre 72 dpi-vel mentünk fotókat, nyomtatni pedig 300 dpi-vel szoktunk. Amikor ezt hallom, akkor mindig belekezdek egy érzelmekkel túlfűtött, legalább 10 perc hosszú kisorodásba, hogy ez miért nem így van. de ne izgulj, ezt most nem fogom 10 percig húzni, hanem 5 perc alatt megmutatom, hogy mi az a DPI vagy PPI, és hogy a DPI vagy PPI miért nem számít semmit se. A DPI a dot per inch, azaz pöty per hüvelyk rövidítése, amit nyomtatásoknál szoktak használni annak leírására, hogy hány tinta pöttyöt vagy hasonlót találunk egy hüvelyken belül. A PPI hasonló, csak az pixel per inch, azaz pixel per hüvelyk, és a képernyők minőségének leírására szokták használni. És hogy nekünk fotósoknak miért nem számít a DPI vagy a PPI? Vegyünk egy 6000x4000 pixel méretű fotót. Ha azt mondom, hogy ez a fotó legyen 1 inch, azaz egy hüvelyk, 25,4 mm hosszú, akkor ennek a DPI száma 6000 per 1, 6000 dp lesz. Ha viszont azt mondom, hogy ez a fotó legyen 100 inch, azaz 2,5 méter hosszú, akkor a dpi száma 6000 per 100, azaz 60 DPI lesz. De mindkét esetben a képek fizikai méretét én határoztam meg, maga a fotó 6000 x 4000 pixelből állt. Tehát mindkét esetben a fotó felbontása ugyanannyi 24 megapixel volt. De hiszen mindenki azt mondja, hogy a kisebb DPI számú fotók sokkal rosszabb minőségűek, mint a magas DPI számú fotók. Nézzük meg, hogy ez így van-e. Itt van ez a fotó, Lightroomban már megszerkesztettem, és most kiexportálom akkora méretben, mint amakkora ez a 4K-s videó, és azt mondom, hogy 300 dpi legyen a felbontása. Majd kiexportálom ugyanezt a fotót úgy is, hogy ugyanakkor a pixelméretet állítok be, de a felbontást egy dpi-re állítom, tehát egy DP-re állítottam, tehát ennek nagyon rossz minőségűnek kell majd lennie elvileg. Most bevágom a videóba egymás mellé ezt a két képet. Látsz bármilyen különbséget? Na jó, nézzük meg közelebbről is. Belenagyítok. Én semmi különbséget nem látok. Azért, mert nincs a két kép között semmi különbség. Mindkét fotónak ugyanakkora a pixel mérete. Na de azért mégiscsak jelennie valamilyen különbségnek a két kép között, elvégre más DPI számot állítottunk be. Annyi a különbség a két kép között, hogyha megnyitod őket Photoshopban, és előhívod a vonalzó eszközt, akkor látható, hogy más fizikai méretet ad neki a Photoshop. De ezt a fizikai méretet csak is a Photoshop adja neki. Tehát ezért sem értem annak, amikor például egy grafikai stúdió 300 dpi felbontásban kéri a fotókat nyomtatásra. Ugyanis a 300 dpi semmit nem mond el a fotó tényleges minőségéről, a fotó információ tartalmáról. Egy 1 megapixeles kis trutyi minőségű kép is lehet 300 dpi-ben, és egy fantasztikus minőségű 60 megapixeles kép is lehet 300 dpi-ben. Most nézzük meg ezt egy kicsikét más oldalról. Tudunk-e válaszolni arra a kérdésre, hogy mekkora egy pixel fizikai mérete? Milyen hosszú egy pixel? 1 centi? 10 centi? 20 centi? 1 milliméter? 1 mikrométer? Mekkora fizikai hosszúságú egy pixel? A válasz az, hogy semekkora. A pixel csak egy színinformáció, semmi több. Az, hogy egy pixel mekkora fizikai méretet vesz föl, azt én szabom meg, illetve az általam használt eszköz szabja meg, hogy egy pixelt mekkora méretben jelenít meg. Kicsit olyan ez, mint a byte -ok a számítógépen, információt hordoznak, de nincsen fizikai méretük, és ugye annál több információt hordoznak, minél több van belőlük, de ez nem attól függ, hogy mekkora fizikai meghajtón vannak. Na hát de azért mégis csak van valami értelme ennek a DP-nek, hogyha egyszer ennyi helyen használják. A DPI-nek, PPI-nek akkor van értelme, amikor fizikailag behatárolható paraméterekről, fizikai méretekről beszélünk, fizikai méretekben számolunk. Egy a es lapot tartok a kezemben, ennek egy behatárolható fizikai mérete van. Hogyha én egy A4-es kiadványon dolgozok, és azt szeretném, hogy jó minőségű legyen, akkor Photoshopban beállítom, hogy ez egy A4-es fizikai méretű kiadvány legyen, és be tudom állítani, hogy mekkora legyen a felbontása, azaz milyen sűrűn legyenek majd rajta a pixelek. És így, amikor dolgozom ezen a kiadványon vagy dokumentumon Photoshopban, akkor fogom látni az egyes elemeknek a majd végső fizikai méretét. Viszont mi fotósok szinte soha nem így dolgozunk, ez sokkal inkább a grafikusokra, kiadvány szerkesztőkre jellemző. Mi fotósok csak kiexportáljuk a fotónkat a lehető legjobb méretben, Lightroomban vagy Photoshopban, teljesen mindegy, és azt elküldjük nyomtatásra. Az összes többit már a nyomtatást végző szoftver, illetve a nyomtató fogja intézni. Tehát összefoglalva, egy digitális fotó minőségét elsősorban az határozza meg, hogy hány pixelből áll, mekkora a felbontása, ez határozza meg, hogy mekkora információ tartalommal bír. Hozzáteszem, hogy ez természetesen nem az esztétikai értékre vonatkozik, itt most csak is az információ tartalomról beszélek. A DPI vagy PPI egy általunk önkényesen választott paraméter, aminek csak is akkor van értelme, hogyha fizikai méretekről beszélünk. Tehát amikor Lightroomban, vagy Photoshopban, vagy bármi másban kiexportálod a fotóidat, akkor érdemes mindig az eredeti méretben kiexportálni őket, tehát hogy ne kicsinyítsük, és érdemes az egyszerűség kedvéért 300 dp-t beállítani. Remélem, hogy tetszett ez a videó hogyha valamilyen grafikai stúdió akadékoskodik, hogy te 72 dpi-ben küldted az amúgy 24 megapixeles fotódat, és nekik 300 dpi-ben kéne, akkor kérlek küldd el nekik ezt a videót. Köszönöm szépen, nem sokára találkozunk, sziasztok!